munka és vakáció, 45 diák dolgozik az önkormányzati intézményekben idén-nyáron. A Városházán, idős klubokban és a múzeumokban is van számukra feladat. Utazási főszezon, legtöbben tengerparti úti célt választanak. Horvátország és Olaszország még mindig népszerű, de sokan nyaralnak belföldön is. Hit és összefogás, adományokból haranglább épült és pályázati forrásból megújult a plébánia ház Náraiban. Veres András áldotta meg a fejlesztéseket. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Összesen 45 diáknak ad munkát a nyári szünidőben Szombathely önkormányzata. A város intézményeiben dolgozhatnak a fiatalok. A diákok alkalmazásának költségeit a magyar állam finanszírozza egy központi program keretében. A raktárból mosásba kerülnek az edények a skanzenben. A leltározás és a rendrakás része a cserepek megtisztítása, ez is Gréta feladata. A művészeti szakközépiskolában népzene szakon tanul, így közel áll hozzá a feladat. Úgy indult ez az egész, hogy anyukám mondta, hogy lehet egy ilyen lehetőség, és bementem a Szavária Múzeumba, ott átirányítottak ide, és igazából nagyon örültem neki, mert az iskolában is folytatok ilyen tanulmányokat, ami ehhez kapcsolódik, és hát tapasztalatszerzésként is nagyon jó. Gréta szakmai irányítás alatt végzi a rábízott feladatokat. Szezon után vagyunk, amikor nyugodtabban tudunk foglalkozni akár a műtárgyainkkal, akár az épületeinkkel, és ebbe a diákoknak a munkáit mindig tudjuk hasznosítani. Nem csak a skanzenben, hanem például a Gagarin utcai idősek otthonában is akad munka lehetőség a diákok számára. Veronika kártyapartikból is kiveszi a részét. Pesten az ELTE-n tanulok óvónőnek, és júliusra jöttem csak ide egy hónapot dolgozni. Azért jöttem ide, mert édesanyám is ebbe az intézménybe dolgozik, és így ugye adott volt, hogy itt tudok dolgozni nyáron. És én nagyon jól érzem magam, idősekkel is vagyunk, meg fiatalokkal is. Nekem az a része jobban tetszik, mivel ugye én azzal szeretnék foglalkozni. A Városházán is több diáknak ad adminisztratív feladatokat az önkormányzat. A cél a munkavilágának megismertetése a fiatalokkal. A diákoknak a munkát adunk, akkor ezt a folyamatot segítjük elő. Megmutatjuk a diákoknak, hogy dolgozni, amúgy értéket teremteni, nagyon fontos dolog, nagyon jó dolog. Majd tanítjuk, meglátják a diákok azt, hogyha az ember dolgozik, akkor tud kiteljesedni. Az önkormányzat 45 diákot foglalkoztat. A diákmunkások változó rendben átlagosan 2 hetet töltenek állásban a városnál. Veres András megyés püspök áldotta meg vasárnap a felújított plébániaházat és az új haranglábat Náraiban. A munkálatokhoz pályázati forrásokat használt fel a település, valamint az ott élők pénzadománnyal segítették a fejlesztést. Harangszó kíséri ezentúl az elhunytakat utolsó útjukon Náraiban. A temető előtti területen kapott helyet a harangláb, amely a településen élők pénzadományaiból készült el. Több mint 130 magánszemély adakozott kisebb-nagyobb összegeket, hogy megvalósíthassuk ezt a haranglábat. Egy másik magánszemély, Marosics Mária, ő egy személyben fizette ki a harangot. Az ő neve ékesíti egyébként. 2012-ben sikerült azt már megöntetni, illetve a faluban lakó mestereket szólítottunk meg, ők kerültek megszólításra. Békesség veletek! Veres András szent misét mutatott be az ünnepi alkalommal. A polgármester pedig oklevéllel köszöntötte mindazokat, akik támogatták az építkezést. Ott, hogy valahányszor az itt elhelyezett harang megszólal, ébressze fel híveidben az irántad való vágyódást, a keresőknek pedig a továbbkeresés készségét. A településen élők régi vágya volt az új harangláb. Megáldását követően a falubeliek átvonultak a megszépült plébániaházhoz. A felújítás mintegy 15 millió forintba került, amihez 11,2 milliót pályázaton nyertek. Leszigetelték a tetőt és a homlokzatot, nyílászárókat cseréltek, napkollektorokat szereltek fel, és a belső helyiségek is megújultak. A ház közösségi célokat szolgál, itt működik a plébánia hivatal, hittanórákat, lelki gyakorlatokat tartanak. Ma
még inkább szükség van közösségek formálására. Nagyon sokszor a mai ember bezárkózik, egy kicsit önző, és ugyanakkor a szívünk mélyén mindnyájan közösségre vágyunk. Ezek az épületek alkalmas helyei lehetnek ezeknek a közösségeknek, közösségépítésnek. Az ünneplők fejet hajtottak a falu első és második világháborús hőseinek emlékművénél. Koszorút, virágot helyeztek el, és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére. 90 éves születésnapost köszöntött a polgármester. Ítélkezési szünet kezdődött a törvényszékeken. Nyári fesztiválon emlékeztek Tóth Ferenc népművelőre Sárváron. Rövid hírekkel folytatjuk. A szépkorú Mayrhofer Johant köszöntötte születésnapján Puskás Tivadar polgármester. A 90 esztendős osztrák születésű férfi 1990-ben megözvegyült, majd ezután ismerte meg jelenlegi feleségét, akivel Szombathelyen kötött házasságot, azóta Magyarországon élnek. Születésnapi ünnepségén felesége tolmácsolta a polgármester köszöntő szavait. Mayrhofer úr a háború idején az osztrák hadsereg páncélos hadosztályában harcolt, hadifogó is volt Amerikában. Foglalkozott szőlészettel és borászattal, és tűzoltó is volt. A születésnapos elmondta, nagyon jól érzi magát Szombathelyen, és szereti a jó magyar ételeket. Életfilozófiája így hangzik, mértékkel enni, inni és pozitívan gondolkodni. Ítélkezési szünet kezdődött július 15-ével az ország bíróságain. Sok éves gyakorlat, hogy július közepétől augusztus 20-áig törvénykezési szünetet tartanak. Nincs ez másként a szombathelyi törvényszéken sem. Vannak azonban kivételes esetek. Így nem vonatkozik a törvénykezési szünet azokra az ügyekre, amelyekre a törvény soron kívüli eljárást ír elő. Jelenleg ilyen a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per, a sajtó helyreigazítási ügy, valamint a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per. Kivételt képeznek még a devizahiteles perek, amelyeket folyamatosan tárgyalnak a törvényszékeken. Nem csak Sárváron, az egész megye könnyű zenét kedvelő és művelő fiataljai körében is jól ismert Tóth Ferenczy Virsli neve. A fiatalon elhunyt sárvári népművelőről évente a nyári fesztiválon emlékeznek meg. Mint máskor, így pénteken is Varga Péter Cserga útja először a temetőbe vezetett, majd az ő műsorával indult a fesztivál. Pénteken a szombathelyi Elefánt együttessel zárt a nap. Szombaton a Nádasdi vár udvarán, majd az AZK Pince klubjában koncertet. A zenekarok. Javában tart az utazási főszezon. Felmérések szerint minden második magyar tervez nyaralást az idén. Akinek van lehetősége pihenni, általában belföldi úti célt választ, de továbbra is népszerű a horvát és az olasz tengerpart. Sok turista érkezik Szombathelyre is ezekben a hetekben. László a Balatonnál nyaral a barátaival. A rossz idő miatt most strandolás helyett Sárvárra és Szombathelyre kirándulnak. Nagyon kellemes idő van, és nagyon jól érezzük magunkat. Hogy mit szeretnénk megnézni? Hát a szokásos nevezetességeket a római kortól mostanáig, ami Szombathelyre jellemző. Kinek itt induljunk a főtér felé. A legtöbb turista első útja a Tourinform irodába vezet, hogy útbaigazítást kérjenek a város látnivalóival és a programokkal kapcsolatban. Prospektusok, térképek segítik a tájékozódást. Tartalmazza a szombathelyi látnivalókat, rövid leírással, elérhetőséggel, nyitvatartással. Az ide érkezők általában a történelmi emlékhelyekre kíváncsiak. A főtér, Székesegyház, Püspöki Palota, Romkert, aztán a Szavária kincsei utánkutatóknak javasoljuk a Szavária Múzeumot, a Schmidt Múzeumot, Ízeum Szaváriánszét, Vasi Látványtárat, a történelmi témaparkot, Kámoni Arborétumot, tulajdonképpen az összes látnivalót, ami fellelhető Szombathelyen. Minden második magyar tervez nyaralást az idén. Lisszabonba szeretnék eljutni, már régóta szerettem volna, és október környékén lenne rá lehetőségem. Hát egy 100-150 ezer forintba kalkuláltam, és leginkább a város kultúrája az, ami érdekelne. Aki megengedheti magának a külföldi nyaralást, főként tengerpartra vágyik. Az évek óta népszerű Horvát és Olaszország mellett Montenegró is egyre kedveltebb. Nagyon kedvesek az emberek, ugye ez egy kicsi ország, ez is lényeges, mert ugye ebből élnek a turizmusból.
Általában egyhetes turnusokat foglalnak, a hotelektől az apartmanokig mindenféle szállásra van igény. Vannak olyanok, akik családszinten akár 1 milliót is elköltenek, de a legtöbb család azért törekszik arra, hogy egy apartmant vegyen ki, ami többnyire azért 150-200 ezer forintból megáll. Az unión kívülre utazóknak érdemes az adott ország konzulátusán érdeklődni a vámszabályokról. Unión belül jövedéki termékek, állatok, készpénz és fegyverek szállítása tekintetében vannak korlátozások. Aki unión belül utazik, a más tagállamban már szabad forgalma bocsátott, tehát adózott jövedéki terméket saját fogyasztásra behozhatja, szállíthatja is az unión belül. Itt a kollégák azt vizsgálják, hogy ez kereskedelmi mennyisége, vagy esetlegesen gazdálkodó szervezet tagja, aki szállítja. Idén augusztus 23-áig tart a főszezon, utána olcsóbban lehet szállást és repülőjegyet foglalni. Javult az erdőtűz statisztika Vas megyében. Az elmúlt évekhez képest sokkal kevesebb szabadtéri tűzeset adott munkát a lánglovagoknak, köszönhetően a kiemelt tájékoztatásnak. A javuló tendencia ellenére is óvatosságra intenek a tűzoltók. Békés és nyugodt az erdő. A kirándulók éppen ezért választják célpontjuknak a fás területeket. A kijelölt tűzrakóhelyeken különösen fontos az óvatosság, nehogy erdőtűz legyen a kirándulás vége. 2011 és 2012 volt a két legtűzesebb év az elmúlt időszakban Vas megyében. Akkor az esztendők első felében mintegy 200 szabadtéri tűzeset volt. Azóta komoly megelőzési munka zajlik, ennek pedig meg is látszik az eredménye. Örömmel jelenthetem, hogy 46 tűzesetünk volt az első fél évben szabadtéren, és ebből 19 volt erdős vegetáció tűz. Ez továbbra is nagyon jó eredmény, tehát 76%-os csökkenés mutat az a két ominózus évhez képest. Nem csak az erdőtűzekre, hanem a mezőgazdasági munkák idején is a fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek a lánglovagok. Az aratásban résztvevő gépeknek egyfajta gépszemlénként részt venni, hogy megfelelő állapotban tudják a betakarítási munkákat megkezdeni. Erről jegyzőkönyv készül, azt megküldik a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, illetve egy példányát a jegyzőkönyveknek elhelyezik a zaratásban résztvevő gépeknek, amit a tűzvédelmi hatóság rendszeresen ellenőriz. Vas megyében jelenleg nincs tűzgyújtási tilalom, és a nyár eddigi részében nem is volt komoly szabadtéri tűz. Immár második alkalommal rendezték meg Szombathelyen a delfinkorcsoportú úszók országos bajnokságát. A házigazda Vízmű SC 4 arany, valamint egy ezüst medállal az éremtáblázat élén végzett. A tavalyi remekül sikerült rendezvényt követően ismét a szombathelyi fedettúszoda adott otthont a legnépesebb korosztály a delfinek országos bajnokságának. A viadalon közel 70 egyesület, több mint 400 úszója szállt vízbe. Két évre nyertük el eleve a megrendezésekre a jogát, a pályázat alapján. Így alakult, hogy ezt megnyertük. Jövőre újra kell pályázni, azt majd meglátjuk, hogy tudunk-e pályázni, vagy nem, a feltételektől függenek. A sportág virágzik Szombathelyen, egyre több gyermek tanul meg úszni az óvodások és iskolások számára szervezett tanfolyamok keretében, melyeket a városi önkormányzat is támogat anyagilag. Kiemelt sportnak számít ugye az úszás, és a város is nagymértékben támogatja, ezt a rendezvényt is több százezer forinttal támogattuk. A szombathelyi versenyen a hazai Vízmű SC népes küldöttséggel képviseltette magát, de nagyon sokan érkeztek Budapesttől is. Az indulók között ott volt a 12-szeres magyar bajnok triatlonos Kropkó Péter kisfia is. Ő még mint úszó most a Delfin nem hivatalos OB-n indul ott, de egyébként mellékesen triatlonozgat is. Most ilyen, ebbe a korba, ő 9 éves, ebbe a korba elsősorban úszónak kell lennie ahhoz, hogy később jó triatlonos legyen, és azzal kell indulnia minden nap az edzésre, hogy megnyeri az úszó olimpiát. A házigazda Vízmű SC sportolói a hazai szurkolók nagy örömére kitűnően szerepeltek, 4 első, valamint egy második helyezést begyűjtve az éremtáblázat élén végeztek. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Thank you.